Tisztelt ház! Szilágyi István, 82 éves magyar állampolgár, halott. A saját fia verte agyon, aki már korábban is többször bántalmazta. Olyannyira, hogy a bántalmazó bíróság elé került, elítélték, 2 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett, szabadságvesztése. Mindez 2018. júliusában történt, kevesebb, mint 2 éve. A gyilkost az apja is védte, mondhatni falazott neki, nem tanúskodott ellene. Ez egyébként a családon belüli erőszak áldozati körében gyakran előfordul. Érthető. Az áldozatok félnek. Félnek, s ha nem kapnak a közösségtől, az államtól segítséget, gyakran tehetetlenek az erőszak ördögi körében. Szilágyi István, 82 éves magyar állampolgárt, akit egyébként Lópici Gáspárként ismer és szeret ez az ország, senki sem védte meg a visszatérő bántalmazástól, és végül a szörnyű, szégyenletes haláltól. Kedves képviselőtársaim! A kormányoldal képviselői a frusztrált gender toporzékulásuk örvén igen sok dologban tévednek. Ezek közül a 2 legfontosabb, hogy azt hiszik, a családon belül erőszak valami feminista belügy, és hogy annak csak nők lehetnek az áldozatai. Hát nem. Szilágyi István példája mutatja, hogy nem így van. Bárki lehet áldozat, a gyenge és kiszolgáltatott. Persze, amikor felhívjuk erre újra és újra a figyelmet, akkor kényelmesebb úgy nézni ránk a rossz hír hozóira, mint vérszomjas feministákra, a rendelt mi voltunkból irracionális gyűlöletükben kivetkező personákra, ahogyan a Fidesz házi üzenőfüzetének a szerzője a minap fogalmazott. Drága uraim, hölgyeim, nézzenek magukba. Hogy vélik a verést, az kapja, aki megérdemli? Vagy egyetértenek egykori képviselőtársukkal, akik vakkomondorban vélte felfedezni élettársa sérüléseinek az okát? Vajon Szilágyi István megérdemelte a halált, vagy a vakkomondoron esett át? Meséljék el, hogy látják ezt a dolgot? Itt állunk ma, a családon belüli erőszak megrázó és szomorú példáját látva és tudva, hogy milyen nehéz helyzetben van ma ez az ország. Döbbenetes, hogy az önök agya, kedves képviselőtársaim, ilyen körülmények között sem azon jár, hogy miként javíthatnának a helyzetünkön. Döbbenetes, hogy nem telik meg a szívük szolidaritással, amikor emberek 10000-ei veszítik el a munkahelyeiket, amikor családok kerülnek kilátástalan pénzügyi helyzetbe, amikor a bántalmazottak kénytelenek egyre több időt a bántalmazójukkal összezárva tölteni, ütlegeléstől rettegve élni a saját otthonuk falai között. Döbbenetes, hogy nem éreznek késztetést a cselekvésre akkor, amikor az Országos Kríziskezelés Információs Telefonszolgálat vezetőjének elmondása szerint Magyarországon 2-szeresére növekedett a segítségkörő telefonhívások száma az utóbbi hetekben. Nem, önök ilyen nehéz helyzetben is azon agyalnak, hogyan lehetne belerúgni az áldozatokba, a gyengékbe, lehetőleg egy jó nagyot. Meséljék már el, hogy hogy ébredtek ma reggel. Arra gondoltuk, hogy üzenjük meg, hogy semmi szükség megvédeni bárkit is, hiszen mindenki tökéletesen meg van védve. Hiszen egyetlen magyar sincs egyedül, ezt mondta a nagyszerű miniszterelnök úr is. Hozzátették, hogy ideologizáljunk is egy kicsit, genderezzünk meg, migránsozzunk, az majd segít begyógyítani a sebeket, ha valakit véletlenül mégis megvernek, ami persze szép hazánkban valószínűtlen, de ha mégis, csak legyen pótmegoldás. Nos, hát kedves képviselőtársaim, gratulálok! Szilágyi Istvánt is milyen jól megvédték, meg Orosz Bernadettet és a többieket, akik hiába állnak a nyilvánosság elő a bajukkal, épp úgy egyedül maradtak, mint Szilágyi István. A helyzet úgy áll, hogy ez az egész mai nyilatkozatosdi egy szánalmas kis óvodás kísérlet arra, hogy elfedjék a családon belüli erőszak, a kijárási korlátozások és a karantén időszakában is tombol. Hogy elfedjék, önök képtelenek ezzel bármit is kezdeni. A méltányosság kedvéért hozzá kell tenni, hogy nem ma képtelenek, hanem általánosságban immár 10 éve. Sajnos nem igaz, ugyanis az a gyakran emlegetett hazugság, hogy a magyar jogszabályok megvédik a bántalmazottakat. De erre még visszatérek. Az a helyzet, hogy a bántalmazottaknak nincsen szükségük ovis
kis ideológiai habosításokra. A bántalmazottak közösségi állami védelmet akarnak, és abszolút nem érdekli őket, hogy hogyan homokoznak. Tisztelettel javaslom, hogy ne vegyük már komolyan, amit csinálnak, és főleg ne csináljunk belőle parlamenti vitát. Üzenem a családon belüli a párkapcsolati erőszak áldozatainak, az MSZP a felnőtt megoldások pártjánál. Nekik akar segíteni, nem pedig gyermekes játékokkal szórakoztatni önmagát, ahogy a kedves KDNP-s képviselőtársaink teszik, sajnos nem először itt, a vészhelyzet alatt. Felnőtt dolog, azt is elmondom önöknek, látok előremutató lépéseket is. Bizony, helyes, hogy a kormányzat meghirdette az áldozatsegítés évrészt, helyes, hogy a magyar nők nyomására önálló tényállás lett a kapcsolati erőszak a büntető törvénykönyvben, és még az is helyes, hogy szigorítják a feltételes szabadlábra bocsátás feltételeit. Nem ebben van a vitánk. A családon belül erőszakot elkövetők esetében ugyanis nem az a fő kérdés, hogy mikor jönnek ki a börtönből, hanem az, hogy miért nem kerülnek oda be. A felnőtt megoldás az, ha gondoskodunk róla, hogy az eszpéterfélék bántalmazók börtönbe kerüljenek, ha kezet emelnek a szüleikre. A felnőtt megoldás az, ha gondoskodunk róla, hogy az erőszak ne eszkalálódhasson oda, hogy egy ország ébred döbbenten egy szeretett és tisztelt színművésze halálhírére. Fejezzük be tehát az ideológiai habosítást, és koncentráljunk a feladatra, az áldozatok megvédésére. Fejezzük be a hisztit, és kezdjünk neki a munkának. Magyarul mondom, hogy mindenki megértse, szerintem felcsúti egyezménynek is hívhatjuk az eredményt felőlem. Orbán Viktor egy személyben lehet az áldozatok megmentője, de könyörgöm, teremtsük meg az eszközöket arra, hogy ne legyenek családon belüli és kapcsolati erőszak áldozatok. Most védjük meg a bántalmazottakat, most. Mit kell tenni meg tehát? A teljesség igénye nélkül a legfontosabb feladatok az alábbiak. Önálló költségvetési alapot kell létrehoznunk a megelőzés érdekében. Több iskolapszichológusra van szükség. A családon belüli erőszak elleni küzdelmet be kell illesztenünk a nemzeti alaptantervbe, és ami még fontosabb, gondoskodnunk kell róla, hogy sor is kerüljön a témára az osztálytermekben. Képezni kell a rendvédelmi és igazságügyi dolgozókat az erőszak természetével kapcsolatosan. Meg kell erősíteni a jelzőrendszert, bővíteni kell az anyaotthonok kapacitását, és végül, de nem utolsó sorban, előbb döntenünk kell, hogy kötelező és hivatalból vizsgálandó dolog legyen a családon belüli erőszak gyanúja. Az áldozatok mindig minden körülmények között félnek. Segítsünk nekik, álljunk melléjük. Amennyiben a finanszírozás nehézséget okoz és igénylik, akkor bármikor örömmel segítünk megtalálni erre többszörösen is a forrást, a stadion privilégiumok és az oligarchák közbeszerzései között, sőt egyenesen több tucatnyi javaslatunk van, hogy hol vannak a szükséges költségvetési pénzek erre a feladatra. Ismételten kérem, lépjenek már ki a homokozóból a felnőtt megoldások világába. Cselekedjünk! Erre várnak a bántalmazottak, a szenvedők, a gyengék, a segítőkézre várnak. Nyújtsuk oda! Mi minden jó felnőtt megoldásban partnerek leszünk. Ideológiai habosításban és hisztiben viszont nem, arra ne is számítsanak. Kérem, hagyják is abba. És végül, mielőtt befejezném, van itt még valami, ami fájó pont. Sajnálom, hogy egyesek az ülésteremben rendszeresen a kereszténységre és a keresztény Magyarországra hivatkozva vélik kiélni a személyes kis frusztrációikat, elfolytásaikat, szenvedéseiket, dögöljön meg a szomszéd tehene is jelszóval. De hát ha már így van, akkor engedjenek meg nekem néhány mondatot a képmutatásról. Tudják, jobb helyeken, boldogabb közösségekben, egészségesebb lelkületi embercsoportokban az ember a hitét örömmel, derűvel, reménnyel, a szívében, magában éli meg, és természetesen testvérei között a templomban is. Nem ájtatoskodik, nem képmutatóskodik, és főleg nem akarja eljátszani az Isten, mint egyesek itt ebben a teremben. Emlékeztetem önöket Krisztus szavaira, melyeket a hegyi beszédben mondott. Ezért mondom nektek, ha az igazságotok nem újja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Hát önöket sajnos a mennybejutás veszélye egyelőre nem fenyegeti, mert nem sikerült túljutniuk a farizeusságon. Sajnos az a tévképzetük, hogy önök az Isten, de tájékoztatom önöket, hogy Isten ezzel nem ért egyet.
Ha ezen a szomorú napon minden tisztességes magyar ember és bántalmazott teljes szívből ezért szurkol, hogy a lelküket végre megtöltse az igazi hit, a szeretet és az irgalom. Talán még Szilágyi István is, aki ezt a méltatlan vitát sajnos már csak onnan nézheti, ahova önök így ezzel az attitűddel csak jelentős mennyiségű gyónás és bűnbánat ima után juthatnak. Ez a mai politikai nyilatkozat egy újabb dolog, amit fölvéshetnek a megvalandó bűneik listára. Nőjenek fel, ez nem játék!